A Babits Mihály Kulturális Központban nőnapi kavalkádra várták a lányokat, asszonyokat. Az egésznapos ingyenes programok a nők testi, lelki, szellemi felüdülését szolgálták. Interaktív táncbemutatókon, mozgásmeditációs foglalkozásokon, kreatív színházi együttléten, hangfürdőn, egészségügyi állapotfelmérésen, életmódtanácsadáson, kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Nem véletlen kavalkádnak hívjuk ennek a napnak a programját, mert hogy minden, ami a testi, lelki, szellemi egységet, harmóniát meg tudja teremteni a nőkben, és ezzel együtt úgymond az energiaszintjükre is tudunk vigyázni, és meg tudjuk újítani, és meg tudjuk erősíteni őket. Valóban minden irányba, test, lélek és szellem irányában építkezünk. Előadásokkal várjuk őket, amelyel újabb ismeretekhez, információhoz jutnak, hogy hogyan és miként tudnak teljesebb életet élni, illetve olyan mozgásos, meditációs alkalmakat teremtünk, ahol meg is élik, saját élményt tudnak mindenképpen átélni annak kapcsán, hogy hogyan és miként tudnak egyre nagyobb harmóniában élni önmagukkal és a világgal. Természetesen olyan egészségügyi szűrések és egészségi állapotfelmérések is történnek, és tanácsadások, amelyek nagyon praktikus módon, nagyon konkrétan tudnak visszajelzéseket adni. Itt az arzdiagnosztikától kezdve a különböző frekvenciaterápiás méréseken keresztül nagyon sok irányú segítséget kapnak. Itt most ez egy olyan ajándéknap, hogy mindenről saját élményen keresztül is tudnak tapasztalatot szerezni, pontosan azért, hogy a mindennapokban minden olyat tapasztaltak itt a mai nap, minden ismeret, a kreatív színházi együttlét is minden abban segíti őket, hogy a mindennapok során tudjanak önmagukban, mert mindenki saját magában tudja megteremteni azt a belső egyensúlyt, azt a harmóniát, legalább viszonylagos harmóniát, amellyel meg tud küzdeni a mindennapok kihívásával, és tudjuk, hogy a női szerepek szerteágazó rendszerében bizony nagyon-nagyon komolyan kell rendelkezni minden olyan készséggel, képességgel, ismerettel, hogy hogyan és miként tudunk akár percek alatt is regenerálódni. Ezekről a technikákról is szól ez a nap. Nekem ez most egy hatalmas pihi volt igazából, mert hogy a hangrelaxáció is végig nagyjából fekvés és pihenésnek tűnt, de egyébként azért fárasztó is volt picit. És a jóga is, a mozgás által is, meg ebbe is volt most sok relaxáció, úgyhogy nekem ez ilyen pihenős, befelé fordulós nap volt, ami nyilván szerintem fontos, mert rohanunk mindig, és ezerfele áll a fejünk, és nincs idő arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és kicsit szusszanjunk, kifújjuk magunkat. A rendezvényen olyan kérdések is felmerültek, mint hogy megértik-e a férfiak a nőket, vagy hogy mit tehetnek az 50 éves koruk feletti nők testi-lelki egészségük megőrzése érdekében. Valószínűleg valamilyen szinten megértik, hiszen egy családot alkot egy férfi és egy nő, aztán később ugye utódaik lesznek, és működtetik is megfelelően ezt a családot. Viszont vannak olyan apróságok, amelyekben a férfi és a női gondolkodás teljesen más. Ezeknek általában evolúciós hátterük van, illetve egy csomó szocializációs hátter is belejátszik. A férfi lények egy kicsit egyszerűbb, hogyha szabad így fogalmaznom. A nők egy kicsit szeretnek túlbonyolítani dolgokat, és kicsit túldimenzionálni dolgokat a férfiak szerint természetesen. A nők szerint pedig a férfiak egy kicsit struktúráltabban működnek, mint a nők. Ezt maguk a nők is el szokták ismerni. Én azt gondolom, hogy ha a lelki oldalát közelítjük meg, akkor a nők azok, akikkel jobban lehet dolgozni. A nők azok, akik inkább elmennek pszichoterápiába, inkább segítséget kérnek. Ennek is azért van egy szocializációs háttere. Ahogy mostanában tűnnek el a nagy határok a férfiak és a nők, a férfi szerep és a női szerep között, úgy természetes az is, hogy közelednek egymáshoz, egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy megismerjük a másik felet, és a másik féllel kapcsolatosan valamifajta információkat szerezzünk. Én mióta eljöttem nyugdíjba, azóta van időm saját magammal foglalkozni, tehát fontos, hogy saját magunkkal foglalkozunk, és ez mind fizikális, mind táplálék, mind lelki. És erre mindegyikre oda kell figyelni, ahhoz, hogy karban tudjuk tartani magunkat. Nem csak a nőnapon kell odafigyelni, nekem meggyőződésem. Én ma azért jöttem ide le, mert a barátnőkkel egy jó kis nőnapi program
De ha nincsen nőnap, akkor is ugyanígy elmegyünk közösen. Tehát nekem magának az, hogy nőnap nincsen jelentősége, tehát én nálam nem egy olyan nagy esemény a nőnap. Én azt mondom, hogy a mindennapokban kell nőnek érezni magunkat, és a mindennapokban kell odafigyelni saját magunkra, és a családunkra, a barátainkra, tehát mindenkire. Ne higgyék azt, hogy 50 fölött már nincs élet, mert szerintünk akkor kezdődik, mint fizikailag. A gyerekeket elengedtük, nagyjából helyben vagyunk, és igenis akkor kell mozogni, túrázni, táncolni, társaságba járni, és ezt nekünk a Zumba Gold mind megadja. Úgyhogy mi, amióta már 2 éve együtt táncolunk, nem hogy múlnak az idők, öregszünk, hanem egyre fiatalabbak leszünk, és egyre jobban szárnyalunk, egyre jobban egymásra találunk, egyre több közös programunk van a Zumbán kívül. Úgyhogy hát nekem meg a többieknek is szerintem ezt adja a Zumba, és a nőnap is, nem úgy éljük meg a nőnapot, hogy mi már, nekünk ez már nem ünnep, igen, ez ünnep. Adni kell magunkra, megpróbálni csinosan, fiatalosan öltözködni, sportolni, ennyi. Egy nőnapi program tehát fontos, jó alkalom arra, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, de megválaszolásuk és a megoldásuk már a mindennapok feladata. Az igazi cél pedig, hogy a nők az év minden napján harmóniában éljenek önmagukkal és környezetükkel.